Eddig is hagyomány volt a Tündérkert keleti óvodában, hogy az adventi időszakban a csoportok saját készítésű ajándékkal és karácsonyi műsorral kedveskedtek a szülőknek, az idei év azonban különlegesen alakult. Most ez egy dupla apropó tulajdonképpen, mert Nagyné Hermányos Zsuzsa, a Szociális Gondozási Központ vezetője, azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy amennyiben úgy is elkészülnek ezek a felvételek, ennek az összeszerkesztett változatát a Szociális Gondozási Központ ellátottjai részére is felajánljuk, hogy ezzel is az ő ünnepüket egy kicsit színesebbé tegyük. Az óvodáskor a legfogékonyabb korszak az egész életünkben. 2-3 héttel ezelőtt az advent kezdetével díszbe öltöztettük az egész óvodánkat. Nagyon sokat mesélünk a gyermekeknek az adventről, a karácsonyról, erről a történetről, és ők szinte mint egy szivacs úgy isszák ezeket az információkat, ezeket a történeteket, és amikor ezt elmondjuk, hogy felvétel lesz, mert anyának, apának ezzel fogunk kedveskedni, ők rendkívül motiváltak és boldogan tanulják, isszák a szavainkat és a kifejezéseket, és nagyon vágynak arra, hogy ezeket megmutathassák. A pillangó csoport 5-6 éves gyermekei, Spinhért Jánosné, Horváth Adrien, Korcsmár Robertné és Mihály Lilla óvodapedagógusok vezetésével és felkészítésével mutatták be a karácsonyi műsorokat. Felcsendültek karácsonyi dalok, versek, amelyet az óvisok nagy örömmel adtak elő. A kolléganők minden évben nagyon izgatottan és mindig újítják a műsort. Irodalmilag és zeneileg igényes műveket választanak, amik a gyermekek életkorának megfelelők, illetve valóban igazi értéket képviselnek. Ez nagyon nagy hitvallásunk, hogy ilyen értékeket adjunk át. És játék közben, ahogy beszélgetnek, díszítenek, ajándékot készítenek, közben ez folyamatosan megy, tehát ez nem úgy van, hogy most elkezdünk erre felkészülni, hanem az egész napunkat ez az ünnepi készülődés, a várakozás izgalma hatja át, és ezekből a beszélgetésekből, verselésekből, mesélésekből a gyerekek ezt megtanulják önként és azonnal. Nagyon nagy fénypont az életünkben, amikor esténként meghívtuk eddig a családokat, és bemutatták itt a gyermekek a műsorukat, és ugye a járványhelyzet ezt most felülírta, így most videóformájában fogjuk az zárt csoportokban minden családnak ezt eljuttatni. A műsor után a gyermekek és az óvónők is felszabadultan ünnepelték, hogy a sok munka árán megtanult verseket, dalokat, táncot sikeresen mutatták be, és elkészült a felnőtteknek szánt online meglepetés, amelyet ezúttal a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban vetítenek le az időseknek is.